elmondták a 12 pontot. Kívánjuk a sajtó szabadság cenzúra eltörlését! Felelős miniszter úr Budapesten! Évenkénti országgyűlés Pesten! Törvényileg egyenlőséget polgár és vallás tekintetben! Nemzeti őrsereget! Közös teherviselést képviseltek egyenlőség alapján! Korbéli viszonyok megszüntetését! Esküdszéket! A Nemzeti Bankot! A katonaság esküdjék meg az alkotmánynak! Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk! A politikai státuszból jogszabadon bocsáthassanak! Unió, vagyis Erdély, Magyarországa vala egyesítése! Egyenlőség, szabadság, testvériség! Délután 3-ra a gyűlés hirdetünk a múzeum terére. A szakadó eső dacára mintegy 10 000 ember gyűlt össze. A múzeum terén Petőfi elszavalta a nemzeti dal. Hatalmas csömeg kórusban mondta a versenyt. Talpra magyar, híja haza, itt az idő most a csoha. Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés, választhatok. A magyarok istenére esküszünk, a rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősöpáink, kit szabadon éltek, haltak, szolgaföldön nem nyughattak. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai bitang ember, ki ha kell, most halni nem mer. Kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kard. És mi mégis láncot hordunk, ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar nép megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mit nem kentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol híraink domborulnak, unokáink leborulnak, s áldó imádság mellett mondják el szemneveinket. A magyarok